A közelgő önkormányzati választáson az egyik legkeményebb csata a főpolgármesteri címért zajlik majd. A június 9-i voksoláson induló jelölteket emiatt arra kértük, mondják el az Index olvasóinak, miért tartják magukat a legalkalmasabb személynek Budapest vezetésére, hogyan látják a fővárost jelenlegi helyzetét, és hogy milyen tervekhez kérik a választópolgárok felhatalmazását megválasztásuk esetén. 4,5 éve volt Karácsony Gergelynek arra, hogy ide ezt a parkot megálmodja és meg is valósítsa. Ebből gyakorlatilag semmi nem történt meg. És ez szerintem, ha végignézzük az ígéretének a sorát, akkor kiderül, hogy ez nagyon-nagyon sok esetben így volt. Tehát tényleg egyszer már ő becsapta a budapestéket, nem csak ezzel az ígéretével kapcsolatban, hanem nagyon sok mindennel kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy egész egyszerűen az város egy több mint 1000 éves államnak a fővárosa, 2024-ben Európában nem nézhet ki így. Tehát én itt nőttem föl, nagyon-nagyon szeretem ezt a várost, és nem nagyon tudom ölbetett kézzel nézni azt, ami most történik Budapesten. Ez az én legfőbb motivációm az indulásban. Azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többet ki lehetne hozni ebből a városból, ha nem viselni magán a város ennek az egész ilyen gyurcsányi, karácsonyi régmúltnak a jeleit minden egyes momentumában. De ha egy picit még arra elsétálunk, ha azt még meg tudjuk nézni, akkor szerintem az is egy jó összefoglalója annak, ami most Budapesten történik. Tehát ez a Potyomkin falak, vagy nem is tudom, mit mondjak, amivel próbálják elfedni azt, ami igazából Budapesten történik. Kicsit úgy érzem magamat, mint amikor az ember egy kamasz szobába bemegy, és véletlenül kinyitja az egyik szekrény ajtót, és kiderül, hogy a gyerek úgy pakolt el, hogy ha véletlenül hozzányúlok a szekrényhez, akkor rám dől az egész. És egy kicsit ezt érzem most is Budapesten. Egyrészt ott nem akarom felébreszteni az urat, aki ilyen kiválóan alszik itt most. Sajnos elég sok ilyen hajléktalansággal összefüggő probléma van ma Budapesten. Tényleg nagyon nehéz használni akár a közösségi közlekedést, akár köztereket, mert nem kezelte Karácsony Gergely a hajléktalanság kérdését is. Tényleg nem akarok itt ilyen gyomorforgató képeket mutogatni senkinek, főleg aki ebbé tájban nézi meg, de hát most érdemes ide benézni, hogy itt igazából mi van. És a félreértés ne essék, ez nem most lett ilyen, tehát én hónapok óta járok erre is el, és hónapok óta semmi nem történik itt, Budapest szívében, a belvárosban. Én nem tudom ezt a tétlenséget most már tovább nézni, és azt sem tudom elfogadni, hogy az én szülővárosom az ilyen gazdátlan és ilyen módon el van hanyagolva. És ez a fajta hozzáállás szerintem a város minden pontján meglátszik. Én anyukaként tanultam meg igazán, hogy ha az embernek nincs ott a szíve, meg az ideje, meg a figyelme egy dolgon, legyen szó akár a gyermekéről, akár jelen esetben egy városon, akkor ez meg fog látszani. És szerintem Budapesten meglátszik az, hogy se figyelem, se szív nincsen igazából ezen a városon most. Én mind a kettőt beletenném a munka mellett. Én megmondom őszintén, hogy nagyon bizakodó vagyok az elmúlt heteket, napokat tekintve, mert nagyon sok helyről kapok biztató szavakat, és a leggyakrabban azt mondják el, hogy örülnek annak, hogy valaki végre valamit ebben a városban szeretne is csinálni, és nem csak dumálni szeretne, hanem valami érdemi előrelépést is hozni a budapestiek életébe. Azok a megjegyzések meg, amikor a jelenlegi főpolgármester ilyen lekicsinlő megjegyzéseket tesz, hogy engem majd a saktáblán hogy helyezgetnek meg, stb. Az egyrészt azt gondolom, hogy nem méltó, tehát nem kell így beszélni 2024-ben nőkről, hogy a nők azok ilyen ide teszem, oda teszem sakfigurák egy táblán. Ráadásul, ha valakinek szerintem lenne szégyelni valója ebben a témában, az éppen Karácsony Gergely, mert azt láttam, hogy ő éppen oda osztálykirándul, ahova Dobrev Klára a hóna alá csapja és elviszi, vagy éppen Gyurcsány Ferenc elküldi. Ami engem azért is bosszant fel mindig, mert hogyha ebbe a városba körülnézek, akkor azt látom, hogy feladat az már pedig lenne bőven. Tehát most itt vagyunk egy belvárosi helyszínen, de ez csak egy csepp a tengerben. Tehát ez a tulajdonképpen egy kicsit egy állatorvosi ló, ez a belvárosi rész. De hogyha a külkerületekbe is kinézünk, ahova szerintem a főpolgármester úr nagyon ritkán teszi be a lábát, mert én elég sokat voltam az elmúlt napok, és rengeteg panaszt hallok, akkor azt mondják ott is sorra, hogy például a közlekedés az egy hatalmas nagy probléma. Tehát, hogy valaki Cseperről, Soroksárról megpróbál bejönni, akkor annak hát sok szerencsét, ha ezt a csúcsidőben próbálja megtenni. 2:30 körül van nagyjából, tehát nem lehet azt mondani, hogy a
csúcsforgalom, reggeli vagy délutáni csúcsforgalom. Na most az Andrássy úton is, meg nagyon sok helyen még a városban, és mondom, ez egyébként a külvárosokban is ugyanígy látszik, nagyon sok helyen annyira felborították, végig gondolatlanul újra rajzolták Budapestnek a közlekedését, hogy nem csak autóval, hanem semmivel nem lehet közlekedni. És azért beszéljünk egy picit erről, mert ugye az autós közlekedés ellehetetlenítése, az, hogy órákat, fél órákat állnak az autók a dugóban, az egy légszennyezettségi problémát is jelent. És ugye a legújabb fantasztikus világmegváltó ötlet az az, hogy nyilván Karácsony Gergely is nézik a statisztikákat, látják például az OMS-nek a meteorológiai szolgálatnak az adatait, hogy mondjuk 22. szeptember egy hétköznap iskolakezdés, 23. szeptember egy hétköznap iskolakezdés között növekedett a légszennyezettség. Nem csoda, hogy növekszik a légszennyezettség, hogyha egyébként az autók fölöslegesen hosszú ideig pöfögnek a dugóban. És ugye az az új ötlet, hogy hát akkor a 10 évnél régebbi autókat Karácsony Gergely klímaügynökségének a vezetője most kitalált, hogy ki kell tiltani a városból, mert erre milyen fantasztikus példák vannak. Szerintem felháborító az, hogy ők okoznak egy problémát azzal, hogy a dugóban állnak az autók, emiatt rosszabb a levegő, és ezt úgy próbálják meg orvosolni, az embereket sarcolják meg, gyakorlatilag a gazdagok pártjára állnak, mert egy melós az nem fog egy új autót venni egyébként rögtön, ahogy keres egy kis pénzt, egy fiatal ember nem fog rögtön az első fizetéséből tudni kifizetni egy új autót, és még sorolhatnám. Tehát megint ez a tiltogatás, ugye jól ismerjük, hogy Gyurcsány Ferencnek volt ez a mondás, hogy ha ez nem tetszik, akkor el lehet innen menni. Tehát nekem kicsit ezek a gondolatok csengenek itt vissza, amikor ahelyett, hogy megoldanák a probléma gyökerét, mondjuk például P+R parkolókat építenének, vagy mondjuk vonzóbbá tennék a közösségi közlekedést az, hogy nem csinálnak ilyen sunyi járathitításokat, vagy értelmesen festenék fel a biciklisávokat, úgyhogy egyébként biztonságosan lehessen biciklizni Budapesten, és ne centik rá az autóktól. Tehát amikor ehelyett tiltásokkal operálnak, az szerintem az elfogadhatatlan. És ezt senki nem tagadhatja, hogy egész egyszerűen, ami ma a budapesti közösségi közlekedés és egyáltalán a közlekedés szervezésében történik, az ugyanolyan átgondolatlan, mint amilyen átgondolatlanul mondjuk a sárga festéket kiöntötték Budapest útjain, amikor ezeket a biciklisávokat létrehozták. Tehát nem valódi megoldás a problémákra, hanem igazából a problémának a nem csak hogy az elkenése, hanem igazából egy még nagyobb problémává való alakítása. Szerintem ezt kompletten újra kell gondolni, mert ez így se biciklisnek, se közösségközlekedőnek, se gyalogosnak, aki szívja be a szmogot, se az autósoknak nem jó. Na azt látom, hogy az emberek várnak valaki olyanra, aki végre nem becsapja őket, mint azt tette Karácsony Gergely, és nem találja ki 5 évvel később, hogy ő igazából 50 évre tervezte a programját, csak erről nekünk elfelejtett szólni, hanem tartja is azt, amit vállalt. Nekem egy 7 pontos tervem van, és az elmúlt napokat, meg a következőket is azzal fogom tölteni, hogy ezt minél több budapestivel megismertessem. Ez egy olyan terv, ami reális és megvalósítható, és nem fogom kitalálni 5 év múlva, vagy igazából 50 évre terveztem ezt a programot. És ez a rendrakás, ez a takarítás, ez viszont ott a városházán fog kezdődni, a szószoros és az átvitt értelmében is. Én nem tudom azt elképzelni, hogy én ne a fővárossal foglalkozzak a következő években. Sőt, mondom úgy, hogy én biztos, hogy a fővárossal fogok a következő években is foglalkozni, bármilyen felállásban is. De azt gondolom, hogy a budapestiek azzal járnának a legjobban, hogyha én ezt főpolgármesteri pozícióból és egy erős közgyűlési többség tekintet, vagy felhatalmazása mellett tudnám megtenni. Mert akkor tudnék a lehető legtöbb fejlődést elérni ennek a városnak. De az nem kérdés számomra, hogy én itt a fővárosban képzelem el, a fővárosiak érdekében végzett munkával képzelem el a következő éveimet is. Nagyon szeretem ezt a várost, nagyon-nagyon szeretnék végre valami fejlődést látni ebben a városban, és ha rajtam múlik, én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a budapestiek is azt érezzék, hogy nem egy időkapszulában ragadtak, amit aztán valahova a föld mélyére elástak, hanem ez a város halad a szó szoros és átvitt értelmében is. És azt is gondolom, hogy egész egyszerűen, amíg a múltnak a hideg jeges ujjai húzzák vissza a főváros, tehát olyan embereket cipel be a hátán Karácsony Gergely a fővárosi közülési listán, mint mondjuk Hagyó Miklós volt főpolgármester, helyettesnek a kabinett főnöke, zárójel. Ugye Hagyó Miklós az, akivel kapcsolatban ezek a Nokia-s dobozos visszaélések napvilágot láttak jó pár éve, letartóztatás, minden volt ott. Tehát amíg ilyen emberekkel a teljesen levitézlet Gyurcsányi csapatnak az embereivel van kitömve, nem csak most a városháza, hanem látszik, hogy ez is a terv, addig egyszerűen nem fogunk tudni egyről a kettőre jutni. Tehát ahhoz, hogy ez a város fejlődjön és haladni tudjon, ahhoz ezeket a ballasztokat végre le kell róla vagdosni. És én erre készülök, én arra készülök, hogy ez egy nagyon-nagyon tevékeny időszak lesz a következő 5 év számomra. Megpróbálok minél többet behozni abból a lemaradásból, amit sikerült feltornyozni Karácsony Gergelyéknek az elmúlt 4,5 évben.
nem lesznek Salgótarjánba kirándulások Gyurcsány Ferenc utasításainak megfelelően, itt fog Budapesten dolgozni, ezentúl is a budapestiek érdekében. És ehhez kérem majd a választó bizalmát június 9-én.